Na jó reggelit! Mindenki kellően megébredt így a sportolós napra? Most én azon gondolkodom, hogy lehet, hogy ma nem csak Nintendo lesz, és nem csak sport és Pokémon, hanem lehet, hogy a végére beteszünk egy kis Minecraftot is. Mert egyszerűen annyira bosszant, hogy ott vagyunk lent beragadva, hogy onnan ki akarnék jönni. Akkor ha tudsz szépen beszélni, akkor ma még a gyerekem is nézhet. Erre nem vállalok felelősséget. Egyszerűen ne tegyél rám ilyesfajta nyomást. Mert ez nem korrekt. Betegen van itthon? Hát, figyelj, betegen lehet káromkodni. Olyankor megengedett. Látok, följövök ide, de mindjárt jön. De kapsz nyomást, sőt... De nem bírom ezt a nyomást, így van. De majd mindjárt jön krappa is. Aztán még meg akarom inni a kávémat, úgyhogy még beszélgetünk az elején. Majd ráveszem arra, hogy beszélgessen ő is. Várjátok, addig mondjuk elindítom. Ó! Ez még mindig fáj. Arra kell rájönni, hogy hogy lesz majd ez nektek is jó. Ettől nem lesz nektek halkabb. Ezt szerintem általában OBS-be oldottam meg, hogyha lejjebb akartam vinni. Szerintem... Legalább táncolsz rá? Nem, muszáj lejjebb halkítani, mert a Nintendo az nagyon hangos. Jó, hát figyeljétek, elméletileg így most lejjebb halkítottam, most jobbnak kéne lennie. Nektek meg jó lesz így. Jó. Elméletileg így nem lesz annyira vészes. Addig customizáljuk magunkat. Face and hairstyle. You can earn platinum points. Mi az ez? Nincs is jobb, mint egyből nézni, ahogy sportolsz. Hello. Szép reggelt. Szia. Leestél már sokszor? Nem, most végigvittem pont. Micsoda? Végigjátszottad azt a játékot? Aha, mint a bűdösszak, persze. Kamuzol. Igen.
kurva nagy kamu volt. Meglepődtem volna. Azt mondják egyébként, hogy nagyon nehéz, és ugye mivel nincsen benne mentési lehetőség, csak egy ültő helyetbe egy seggel lehet végigjátszani. Ugye? Igen. Igaz. Igaz, amit hallottál a játékról. Igen. És de éled akkor ezek szerint? Hát... Igen, vannak napok, amikor élem. Ez mondjuk nem az a nap. De igen, vannak. Figyelj, de akkor, hogy földobjalak téged. Igen. Kedvenc streamerünk. Csuszi is. Izél. Only appozik vagy mi. Igen. Aha, de cserébe a kedvencem a profilképe. Johnny Sins. Igen. Láttam. Amúgy profilba vág, mert hogyha már valaki egyszer streamelt pornográf tartalmat, akkor így adja. Ja, igen. Hú, de jó vagy, Avid. Hú, de jó vagy, megosztom a sztoridat. Jaj. Elfelejtetted, gondoltam. Stream kezdés előtt 3 perce jutott nekem is eszembe, úgyhogy a visszaszámláló alatt csináltam a képet, és raktam nagyon ki. Nagyon nagy vagy. Jó reggelt, srácok, üdv mindenkinek. Olyan jó az a game, mármint az Only App? Nagyon jó. Nagyon jó. Ez, hogyha jól tippelem, akkor ilyen pár eurós játék? Vagy 10, aha. 10. Amúgy én egy 5-öt mondtam volna. De figyelj, 10 euróért cserébe rengeteg kontentet kapsz. Ja, igen, rengeteg kontentet. De ez csak azért rengeteg, mert kurvára nem tudod végignyomni. Hát igen. Figyelj, valamennyi randomsága van? Annyira klánki a játék, hogy rákot kapok tőle, Avid. De nem úgy. Olyan szinten klánki. Ha olyan, úgy gondolom a random, igen, én voltam hülye, nem jól fogalmaztam, hogy pályaszinten. Nem változik? Tehát, hogyha egyszer elkezded, és tolod, és mit tudom én, lásál, akkor utána ugyanonnan folytatod, sőt, ha másik alkalommal elindítod a játékot, akkor is az elejéről kezded, és ugyanaz a pálya. Mindig a legelejéről, Tényleg. De hogy lehet kitalálni ilyen játékot, hogy semmiféle safe system ne legyen benne? Hát, ez a lényege, mint a Getting Over It, az nincs meg neked? Hát dehogy nem. Na, hát ott se tudsz menteni meg semmi ilyesmi, nem? Hát, gondolom nem sokat játszottam vele. Hát... Nagy igen. A szöveg neked sem menne? Ja, én ezt egy percig nem feltételezem, hogy az nekem menne. Én láttam róla videókat, meg belenéztem Krappánál. Szerintem... Ugye nem csak ma néztél bele pont, mert ma tényleg nem. Ma pont nem, tehát hogy ma egyáltalán nem, mert fölkeltem, kávét főztem, meg ilyenek, úgyhogy most nem nézelődtem jobbra-balra. Nem, egyébként tényleg amúgy már elég sokáig eljutottam, a játék 70%-áig. Azt honnan tudod, ezt valahol írja? Megnéztem egy speedrun, basszeg, ezt láttam. Ja. Láttam, hogy kb. Hol tartok, igen. Igen. Olyasmi sincsen... Majd. Olyasmi sincsen benne, hogy... jó, várjál, hát nekem majd még innen föl kell állni, beállítani a kamerát. Én már itt állok. Jó, van. Hát... Mindjárt már fogytam 2 kilót. Jó, Isten. Van, én nem. Tehát, hogy... Jó, beszélgetetünk én kényelmes, kicsit, én kényelmesbe vagyok. Szia, Pepe. 10 óra cserébe vehetsz új asztalt, billentyűzetet, monitort, füles, tegeret. Amúgy igen. Tehát, hogy biztos vagyok benne egyébként, hogy tudnak törni a dolgok. Amit akartam kérdezni, hogy alapvetően oké, hogy nincs benne save. Igen. De hogyha föntről, mondjuk már eljutottál X-ig, leeshetsz a legaljára is? Persze. Nem csak, hogy leeshetsz a legaljára, 50%-ban a legaljára esel le. Igen. Ez komoly. Igen. Legalább a Jump King-ben is van olyan, hogy jó, tudsz nagyon-nagyon nagyot esni, de olyat nem tudsz, hogy a legtetejéről a legaljára. Hát akkor a Jump King az egy könnyű játék ehhez képest. Ennyit tudok mondani. Ennyi. Jó, itt visszatudsz. Tehát itt nagyon is visszatudsz. Úristen. Esni.
Igen. Na jó, egy ilyen félig álló ülő bowlinggal tudok kezdeni jelenleg, jó? Az így bemelegítésnek. Ja. Jó, akkor azt mond, már indítom is. Ha menjek, tessenek meghívni. Hát mi, Ucsi? Hát... Az én moderátorom vagy? Nem, meghívni kell, bazd meg. Mi engem meghívott, Krappa? Nem. Nagy fiú vagyok és joinoltam. Hát ezt nem hiszem el, de komolyan. Details, hogy kell? Igen, de hallod, nem tudom már átállítani három fősre. Miért? Itt tudom én. Várjál. Átállítjuk. Close room. Igen, csinálok egy újat, mert én ilyen vagyok. Én ez vagyok, Miucsi, látod? Tessék. Már három fős, elvileg ha a vid bejön most, akkor rá tudsz joinolni, kommunikációs error with the host. Jó, de azért már újraindítottad. Újat csináltam. A Jam King Easy? Hát az Only App-hoz képest biztosan. Ez egyértelmű. Az egyértelmű. Persze. Hát tegnap volt nálam Geri Mester, és ő mondta, hogy ő a Getting Over It-et, azt már sokszor végigvitte például, aha, de ez az Only App sokkal nehezebb nála. Hát ezt egyszerűen nem bírja. Úgyhogy... Hát... Nézd meg, ott van Avid Star. Van Avid ilyen Star, rank, igen. Képzeld el, hogy Avid. Kajak? Aha. Kiválasztható title-ök között. Gondolom nem egy nehéz dolog elérni. Fogalmam sincs, miért kaptam. Az is lehet, hogy alap. Ugye? Hát én ilyen default vagyok. Igen. Ahogy ugye csúfolják a skin nélküli Fortnite-osokat. Ugye? Na és Avid, hoztam neked egy jó témát. Na. XQC és Amurant. Az XQC-t azt tudtam, azon jót röhögtünk, hogy ugye össze is omlasztotta a kikket, annyi embert vitt oda. Én ma reggel olvastam az Amurantot, na az durva! És azt tudod, hogy miért durva? Mert ez irgalmatlan pénzveszteség a Twitchnek. Igen. X is, mert sok szábja van, de Amurant tized annyi nézővel szerintem ugyanakkora bevételt hozna. Igen. Nagyon kemény. Tegnap beszélgettünk így a kikről a srácokkal, tehát volt említve. Igen. Hát izgi, durva. Izgi. Durva dolgok történnek most. És azon csodálkozom, hogy kik, és hogy nem a YouTube. Hát, de miért csodálkoznál? A YouTube 70%-ot ad a szábból. Ja, hogy ő mit csinált? Pihe. Ja igen, srácok, hogyha ti nem néztétek, ma reggeli hír volt, hogy Amurant is átment a kikre. De arról viszont igen. Nem írtak, hogy ő mennyit kapott. És a durva, hogy X 100 millió dollárt kapott, úgy, hogy nem exkluzív. Tehát mindenhol streamelhet, kivéve a Twitch-en. Igen, igen, igen. De bárhol streamelhet. De az se a kik miatt, hanem a Twitch miatt. Ja, igen. Nem, kemény. A jó, de az a... Nem a Twitch a fő profil, akkor mi? Hát az OnlyFans. A Twitch ez neki az csak... Tudom, te hülye. Tudom. Csak azt akartam, hogy leírja. Ja. Szia, Sutyi. Hát igen, mert ugye, hát durva dolgok történnek, na. Durva. Amuráknak a pinája a fő profilja. Ja, uff. Azt a kurva, de kevények vagyunk vasárnap reggel. Nem már. Csak 35 milliárd scam maradt. Figyelj, az biztos, hogy be fog indulni a kik, és én egészen biztos vagyok abban is, hogy nem ugyanaz lesz a sorsa, mint a mixernek, mert ott tőke van, bőven, tehát ott nem fogják lehúzni a rolót. Aha. Az oké, okay, hogy... Streamelhet X a Twitch-en is, tegnap is streamelt. Micsoda? Akkor olyan szerződést kapott, hogy csak 100 millió dollár, és nyomja a kikken is. De streamelhet lehet. A Twitch-en is. Uram, atyám, bazd meg. Pont most osztott meg egy barátja egyébként egy tweetet, hogy 5 évvel ezelőtt az ex náluk lakott, mert nem volt hol laknia, és úgy volt a setupja, hogy a karton doboz, amiben volt a monitora, meg a gépháza, az volt az asztal. Vágod? Na ez a kemény. Az most igen, meg 100 millió szerződéseket ír alá.
Jó, de az a 100 millió, azt tudod, az nem 100 millió, tehát azt írták is a hosszú cikkbe, hogy 2 évre írt alá szerződést, csak ilyen csóró 70 millióért, de körülbelül 30 millió dollár az, amit ez alatt az idő alatt még hozzá tud tenni. Azt a kurva. Hát igen, mert a szempontból gyorsan összejön. Ott figyelj, most mondjuk ki, Twitteren mindenki erről beszél, erről lehet beszélni egyébként már, hála az égnek. Nekem ott jött 5 szabom, és 8000 forintot kaptam meg belőle. Aha. A Twitchen 2300 forintot kaptam meg az 5 szabból. Tehát 2300 versus 8000. Figyelj, ez tiszta sor. És ugyanannyit költenek a nézők. Na jó, de te már affiliate vagy. Amúgy engem nem tudom hányan követtetek már ott be. Múltkor, amikor néztem, ami 44 volt. Azért én azt mondtam a srácoknak, hogy össze... Azt mondtam a srácoknak, hogy úgy kellene csinálni, hogy ugye júliustól lesz majd nekem másik platformon stream hétfőnként. Ott majd mehet paralel. Júliustól? Aha, júliustól, mert addigra összerakjuk ritussal. És akkor ott hétfőtől lesz majd, vagy hát hétfőnként lesz nekem majd ugye a dupla streames megoldás. De addigra már össze kellene hozni azt, hogy csak a stream hiányozzon az affiliéthez. Igen. De az könnyű 56. egyébként. Köszi srácok. Könnyű. Na, az 75-ig kell aztán fölvinni. Szia Makko, sziasztok. Szia Szakszó. Amúgy kivezet, nem látjátok? Nem láttam jól. Te vagy az első. Köszönöm. Ez nagyon nagy gurítás. De hogy maradt fent az az egy? Tiesem ismét, jó reggel. Nyomni fogom E szektor. Hát 2 hete nyomom, de hát én végül is, is lehet mondani. Igen. De ma délután teszek ki menetrendet a Discordra, jó? Hogy tiszta legyen mindenkinek. A Discordos menetrend egyébként nagyon jó, azt én tudom neked ajánlani, ja, mármint ez, a, tehát, ez az eventes. Nem úgy menetrendet, hogy mikor mit fogok streamelni, tudod? Ja. Mert nálam egyszer volt ilyen másfél évvel ezelőtt, hogy csináltam egy heti menetrendet. Az nem jó. Vasárnap délután. Hogy figyelj, akkor a jövő héten ezt meg ezt ekkor fogom streamelni, de a hétfőn már nem azt streameltem. Tehát, hogy lerájtja, hogy... Figyelj, alapvetően szerintem egyébként az, ami például nálam is így ki van írva a Twitch alá, tudod, a simán csak egy ilyen panel, hogy amúgy mikor vannak streamek általánosságban, igen, az tök az jó. És akkor amellé... Igen, az ad egy alapot. És akkor amellé szoktam én, amikor van úgy időm foglalkozni vele, meg hangulatom, hogy... Discordra így eventként kirakom, és az tök jó, az kattintható. Csak az a baj, hogy nekem annyit változik, tehát tegnap például megcsináltam ezt a menetrendet, és gondolkodtam, hogy úgy nagyjából mik lesznek a héten a játékok, jövő héten, uh-huh. És aztán este 11-kor kapok egy e-mailt, hogy szia, kiválasztottunk, egy nappal előbb játszhatsz a X-Defiant, nem tudom, vágod egy ilyen Podkiller FPS játéknak lesz bétája jövő héten, és mivel Ubisoft partner vagyok, egy nappal előbb játszhatok vele. És már ott felborult, egy órára rá, hogy megcsináltam a menetrendet. Te Ubisoft partner vagy? Én szerintem nem is vagyok olyan partner. Igen, képzeld, 2 hete csináltam, 2 kattintásomba került. Csak ezért. Csak ezért vagyok. Igen. Mert érdekelt a Motorfest, lesz aha, egy új crew játékuk, és annak is akarom játszani a bétáját, és csak partnerként lehet majd. Úgyhogy megcsináltam, aztán így ennyi, jelentkeztem. De menőség, amúgy érdemes ezeket végig kattintgatni, mert tényleg semmiből nem áll. Hallod, Shinji? Kivettem a pipát, megtaláltam, hogy ne legyenek chat alertek, és most válts el szint, nézzük meg. Ugyanúgy ki fogja írni. Már sírok tőle. Sper! Let's go! Ja, szóval egyébként ez a kikkes téma nagyon érdekes. Mondom, én azért követem őket, ugye... Nem csak a kikkes téma érdekes, hanem a több platformos téma érdekes most nagyon szerintem, hogy igen, mennyi lehetősége lett egy embernek arra, hogy... Na, tehát, hogy már ugye tök jó, hogy a szerződésben az is benne van a Twitchen, hogy egymás után, tehát szimultán nem, de egymás után bárhova streamelhetsz. Ja, tehát magyarán, ha nem streamelsz nálunk, azt csinálsz, amit akarsz, köszi, igen. Alkotói szabadság. Viszont az összes többi platformnál meg úgy van, hogy nyomd a streamet, ahova akarod. Tehát egyszerre, szimultán, bárhova. És ebbe csak a Twitch nem vesz részt, ugye? De azt a részét nem is értem, hogy miért, tehát annak semmi értelme. Hát ezt én sem. Mobil platformokra lehet jó, Instára meg TikTokra, wow. Szimultán.
Avid örülünk, ha menetrendet ad pár havonta. Valami csaj rázza a falagát bele a kamerába. Amúgy a... Ajak, ez történik most? Amúgy az a szomorú egyébként, pihe, hogy ilyeneket mondasz, hogy havonta adok menetrendet. Minden héten meg van beszélve az egész heti menetrend. Tehát aki van streamen, az tudja, hogy mire számítson. Aki nincs, az meg minek. Nem? Ki streamen? Hogy... Igen, egyébként. Ki streamen Instára. Na most mondok neked egy nagyon jót. Ezt figyel Ninja, mit csinál. Twitch. El, ugye írta Twitchnek, hogy vegyék el a pipáját, hogy tudjon streamelni szibultán. Ne lehessen rá feliratkozni, meg semmi, de cserébe olyankor streamelhet máshova. Na ezt most már elvették tőle azóta, tehát már ez sem lehet. Szóval streamelt, figyelj, Twitch, YouTube, Insta, TikTok és Twitter. Twitter. Igen, Twitterre. Kistreamelte, és megnyitottam, és 900 nézője volt ott is, bazeg. Az igen. Twitteren. Instán meg valami 3000. Hát mondom, sírok. Figyelj, tök jó. Beszartam, Twitterre streamel a haver. Hát ez nagyon jó volt. Úgyhogy ja, ezt csinálta. Mindig fennmarad egy. Azaz egy, oda van ragasztva. Jézusom Ádám. Ha van közösséged, akkor a multistream az eléggé erős, nulla az nézővel, mindenhol nulla. Na jó, de nem könnyebb úgy növekedni. Nem, azt hittem. Szerintem könnyebb úgy növekedni, hogy mondjuk egyszerre 3-4 platformra kitolod az adást, és lehet, hogy Twitchen aznap jön nulla követő, de a YouTube-on megtalálnak 3-an. És ugyanannyi időt tettél bele. Ez így van. Csak egyszer streamelsz. Szóval ez a multistream szerintem egyáltalán nem egy ilyen... nem egy ördögtől való dolog. És ignorálod az összeset. Igen, mint én a TikTok chatet általában, igen. Igen. Ki lett az első? Kellemetlen. Azt nem mondjátok, hogy Avid behozott. Mi az, hogy behozott, hallod? Majdnem másfélszer annyi pontom lett. Szánalmas. Ahhoz kell egy combosabb gép is. Hát most Cucu próbálta egyébként az egygépes streamet Twitch plusz TikTokra, és a TikTokot nem bírta neki, szóval ahhoz lehet, hogy már jól jön a streamer gép, igen, mert nekem például van. Ehhez kell azt csinálni, hogy én mondom, én kíváncsi leszek, hogy majd milyen az első olyan multistream, amit ugye a Streamlabs OBS-sel csinálok, mert ott ugye nem kell több több program, hanem csak több csúszkát kell elhúzni. Igen. Hát Shinji, azért Cucunak elég barógépe van. Tehát azért... Nem tudom. Mit csinálunk amúgy? Ez kiindította el? Szerintem te. Ó, oh, figyelj, amúgy is akartam még egy bowlingot. Mert ugye teniszben nem tud jönni Miyuchi, szóval... Teljesen jó. Miyuchi nem is tudom, hanyadik lett, ő fönn volt egyáltalán azon a listán? Hát nagyon alul, ugye legalul volt, és ezt pont levágta a játék már, úgyhogy azért nem láttam. Yeah. Mondjuk nem számítottam nagyon másra. Yeah. Én sem. Hol fogsz még streamelni? Hát nekem ugye a YouTube csatornám az van már régóta, meg az ugye partner csatorna, tehát az eléggé kézenfekvő meg adott, hogy az egy jó dolog. Meg mellette ezt a kickeset én is megcsináltam, aztán majd meglátjuk. Arra a kettőre egyszerre fog szerintem menni. Elment az egyik monitorom. Na. Ja, csak elaludt a gépen, basszus, elfelejtettem. De hülye vagyok. Ja. 75 követőt nem olyan könnyű összeszedni, mint neked? Ezt aláírom. Tehát ha alapból nem is streamelsz máshol, és mondjuk a kicken most kezded el, akkor tényleg nem egyszerű. És akkor nem is érdemes a kicken nyomni. Tehát a Twitchen van, mit tudom én, mennyi? 20-25 ezer magyar account? 30 ezer? Szerintem. Még talán több is. A kicken tudod mennyi van? Az a 124, amit én vittem át. Szívesen. Hát most nem nagy képviségből, de konkrétan. Tehát, hogy... Hát szerintem nincsen. Az a baj, hogy ott ugye tényleg magyar egyelőre nincsen. Tehát, hogy... Mert nem ismerik. Nincs Magyarországon. A Twitteren nyomatják a kicket egyedül. De hát hány magyarnak van Twitter-e, bazzak? Háromnak?
Nem, nem, egyszerűen nincs még a közgyűjtőben. Kell egy ismerős, akinek van lehetősége bármikor megkérni ugye az ilyen Leetet, meg a GameStart, hogy írjon egy cikket valamiről. Igen. És akkor most ő megkérhetné azt, hogy az legyen a Kickről. Aha. Kicken nem lehet magyarokra rákeresni. De nem baj, mert ha csinálsz egy accountot és beállítod, hogy magyar, akkor a magyarokat dobja előre. Igen? Igen. Ott az a recommended-nél, ott magyarok lesznek elő. Hmm. Kedvencem, hogy Kicken van egy csatorna, Welcome XQC, és egy csaj szokkodja egy srác ujját iszogatás közben. Nagyon imádom. Én imádom, hogy ilyenek történnek most az interneten. Én ezt most komolyan mondom, szeretem. Figyelj, én arra leszek kíváncsi, hogy Amurant mit fog művelni azon a csatornán. Én is. Tehát, hogy ő amúgy is nagyon polgárpukkasztó, és tud... Ott szerintem meg lesz neki engedve egy kicsit több, mint itt a Twitch-en. Igen, kicsi. Jó. Én szerintem ez jó dolog. Az mindig jó dolog, ha van egy kompetitor. Az mindenféleképpen. Szépen mondtam. Ez mi ez a mindennapra egy szó WC papírról olvastad? Igen. Van egy Facebook oldal, vágod? És és a napi szó, nem tudom. És akkor ott ilyen olyan szavakat tanulok be, az egy életemben nem hallottam még, vágod? Na. Kiírja, és akkor hogy mit jelent? Minden nap egy szó. Engem képzeld el egyébként, azt hiszem még a cseten is megszóltak egyszer, meg talán a Melóba is volt egy kolléga, aki kérdezte, hogy what the hell, amikor így konkrétan folyószövegbe bele lehet szőve a mondandóba az a szó, hogy diszkrepancia. És így nem is tudom, mert talán tyap-tyap volt az, aki a csetre is megkérdezte, hogy mi beszélsz te ilyen külföldiül? Ahogy te kibaszottul választékosan beszélsz, ezt már egyébként nagyon megfigyeltem. Tehát így, hogy néha így, tudod, így beszélünk telefonon, és mondom, miről beszél? Tudod, így voltál, hogy rágoogliztam, bazd meg. Olyan? Így, a kajakra, mert olyan választékosan beszélsz, hogy így, haló? Ez hát jó. Van ilyen. Mondjuk ilyen. Én is szoktam ilyet, hogyha valami olyan szót hallok, akkor így rá szoktam googlizni, mert érted? Persze. Alapvetően, és mit tudom nem én. Kérdezek, mert hülyének tűnök. A csetet fogja majd mindjárt megírni. Igen. És mi ez a diszkrepancia egyébként? Azért megvárom, mert hogyha én mondom, akkor nem googliznak rá. Jézus Istenem. Én nézem nálam is a csetet, hogy írja-e valaki. Igen, scan vonat. Hú, várjál bár, meg kell nyitnom a csetedet. Várjál már. Kappa megtanul egy szót, aztán két hónapig spameli, mint például a literálisan. Meg a literálisan, meg a clunky. Ez most a két nagy kedvencem. A clunky? A clunky, igen, mert hogy tudod, a izé, az only app az nagyon clunky. Tehát, hogy tényleg az olyan, hogy ugrasz egy ugyanolyat, mint az előbb, és vagy elkapja ugyanott, vagy nem. Tehát vagy grebel, vagy nem, bazd meg. És így, hú, nagyon clunky. Szia, Lucky. Sziasztok mindenkinek. Az angol diszkrepancia. Amikor az árban van diszkrepancia, akkor a vevői és az eladói ár nem egyezik, de ennyit tudok csak. Eltérés. Szerintem egyébként. Nem erre gondolt az Avid. De. Tényleg? Aha. És hol használtad mégis a streameden? Nem a streamen, de hát hogyha, mit tudom én, ellentmondás, eltérés van egy mondatban, tudod, mondjuk a mondat egyik fele konkrétan megkérdőjelezi, vagy ellentmond a mondat második felének, akkor szokták ezt mondani. Tehát ha a mondat első fele ellentmond a második felének, akkor az diszkrepancia. Hát van benne, igen. Tehát most gondolj bele, diszkrepancia, hogy... Diszkrepancia van benne. Gondolj bele, hogyha mondjuk azt mondod, hogy olyan, hallod, olyan gyönyörű napsütéses idő volt, már csak egy picit eláztam. Aha, akkor ebben na, van hát egy diszkrepancia. Hát ez annyira nem jó. Yes. Látjátok, ide járjatok inkább, mint az egyetemre. A tandíj jöhet ide ugyanúgy, igen. Diszkrepancia. Úristen. Úristen. Hú, ma is nagyon jó vagyok. Mondjuk Avid megint vezet. Hú. Kösz, Avid, akkor most egy hétig ezt a kurva szót kell hallgatnunk. És amúgy igaz. Ja, egyébként ez azért jó. Nem, az a baj, Vitéz Miklós, hogy az inkonzisztenciát nem mondom Krappának, mert ő össze fogja keverni az inkontinenciával, és nagyon fura mondatokat fog alkotni, hogyha ezt a kettő szót összecseréli.
Nem, azt például tudom, hogy mi az, hogy konzisztens, meg inkonzisztens. Az egy olyan szó egyébként, amit szerintem mindenki tud, hogy az így... Meg igen, mert ezt tudod, hogy miért tanultad meg hamar, mert ez a Twitch bevételünk. Hát, igen. Hát meg mit hallottál 5-6 évvel ezelőtt, amikor elkezdtél streamelni, Krappa, fő az, hogy konzisztens legyél. Minden nap. Itt nem szabad kihagyni. Itt nincs ilyen. Mindig folyamat nyomni kell. Nem már, hogy nem tudtad leütni a... Hallod, kiégek, hogy ez az egy ott. Neked is egy maradt fenn? Igen, de én pedig úgy számoltam, hogy ezt meg fogják ütni a többi, ahogy eltalálom, és esetleg pattog össze-vissza. A kompetitív helyett a kompetitívot is hallhattuk a Krappa szájából hónapokig. Te miről beszélsz? Megint heroin tettél a kávédba cukor helyett. Engedd, milyen kompetitív, nem is mondta milyeneket. Na hát a heroinról jut eszembe, nem tudom, hogy miért egyébként, de majd érdekes lesz. Tudjátok, hogy mit néztünk meg tegnap este a srácokkal így Discordon? Nem. Az Escobert, megnéztük a kokain medvét. Meg van a film. Nem láttam nyilván, mert hogy érted, azért, na, tehát van ízlésem, de hogy... Figyelj, ez... Nagyon durva, tehát hogy ha egyszer jó... Miért nézte meg azt bárki is? Figyelj, ha egyszer jó... Figyelj, ugyanazért, amiért az ilyen trash horror vígjátékokat nézik. Egyébként ez ugyanaz. Szerint én nekem a végeredménye az volt, hogy mondtam a srácoknak, hogy figyeljetek, amúgy szerintem ez szar volt. De így mondták, hogy amúgy mire számítottál? Tehát, hogy ez a... Tudod, ez az ilyen tipikus... mondjuk képzelj el egy horror sárknádót. Semmi értelme nincsen, jókat röhögsz négyszer-ötször, de hogy így néha tényleg nagyon bugyuta volt. Mi van? Úgyhogy van, a kokain medve. Én ezt már meg akartam nézni hónapokkal ezelőtt, amikor ugye a trailerét láttuk, csak aztán elfeledkeztünk róla. Nem is nagyon került fel olyan streaming platformra, amim volt akkor, úgyhogy most így vártunk, na és erre fönnmarad. Úgyhogy most vártunk egy kicsit, és akkor tegnap este megnéztük. Annyira szar, hogy az már jó? Annyira nem szar sajnos, Málna. Tehát egy, ez még pont abban a határban van, hogy szar, de nem annyira, hogy jó legyen. Tehát, hogy egy ilyen... Az a legrosszabb. Ez a kicsit... Úristen. Kicsit ilyen cringe-es néha, úgy azt mondod rá, hogy ezen most így nevetni kéne, de ugyanakkor meg van egy-két olyan rész, ahol hangosan felnevettem. Tehát, hogy ami tényleg olyan volt, hogy na jó, ezt így pont eltalálták. Javaslom mindenkinek a kokain cápa trélert. Nem áll, hogy ezt most így meglovagolja akkor minden állattal. Uram, atyám. Én a kokain King Kongot atyám. Még megnézném. Köszönöm mindenkinek. Jó, Avid, te közlöd Miucsival, vagy én közlöm, hogy tenisz jön, amit csak ketten tudunk játszani? Hát figyelj, golfozni is tud golfozni. De golf az egy határszar amúgy, de golfozhatunk. Tudod mit, akkor golfozzunk egyet, igazad van. Jó, menjen, jó, az úgy jó. Ja, szia, Miucsi. Egy jó 9 lyukazás. Az jó. Ez normál, Mici Mackóra leszek kíváncsi. Mármint melyik új Mici Mackóra, az élő szereplősre? Jaj, arra horror Mici Mackóra, ugye? Úristen. Ott remélem felhasználják a rajzomat, amit Nessai-nál alkottam. Igen. Aha. Hé. Horror Mici Mackó? Én erről nem hallottam. Tényleg lesz ilyen? Aha, igen. Hát mert ugye a Mici Mackónak lejárt a... Mi ez, srácok? Tudjátok, van copyright? Vagy ezt most hogy mondják? Hogy lejárt, és most mindenki szabadon felhasználhatja már a jogokat. Az kijött, csak annyira rossz, hogy senki se beszél róla. Ha. Igen, és most így mindenki meglovagolja ezt, és nagyon sokan elkezdtek Mici Mackó témájú dolgokat csinálni, mert hogy nem kell megvásárolni hozzá a jogokat. Azért a horror Mici Mackó az erős. Hát az egy kicsit erősnek tűnik, igen. Wow! Egyeneset ütöttem! Én is! Az a te golyód? Az az enyém? Az meg a te golyód? Várjál, te ilyen kalapos vagy? Nem. Akkor az nem a te golyód volt. 30 év után jár le a felhasználati jog.
30? Hát akkor már egy Alienről is lassan no! lejárnám, vagy... Kérlek! Á, ne! Na jó, tehát figyelj, ez a második shoto... Szerintem soha életemben nem lőttem ilyen jót. Szép, az szép. Országfüggő, aha. Aha. A lyuk a kúra! Basszus kulcs. Ezt most be kell lökni. Vagy a sötét bőrű hableány. Igen, az is jó. De azt úgy megmagyarázta. Bazd meg. Azt megmagyarázták, hát, hogy kevesebb a fény, igen, játszódik. Hogy kevesebb a fény nem, a víz alatt. Meg igen. Nem, hanem a karibi tenger, és akkor ott ilyen kreol. Na, érted? Most hát ne kelljen már. Persze. Aj. Ami durvább az egyébként a Kleopátra. Ami azt hiszem ilyen egy ponton áll most jelenleg, ha jól tudom, a 10-ből. Mivel ugye a Kleopátra is csinálta Netflix egy ilyen dokut, és hát a Kleopátra sötét bőrű lett benne. Igen. Na mindegy. Ja, lehet, hogy országfüggő. Igen. Egre círoztat a kutya, ráment a Joy-Conra. Az igen. Ja, és az összes testvére más etnikum, az milyen üzenet a gyerekeknek? Hát, hogy az nem száll, tehát, hogy nem baj, hogyha más az apa vagy az anya a igen, más hát a gyereknél. Ez azt üzeni, hogy igen. Nem baj, ha apának jó. Diszkrepancia nincsen. Igen. Igen, szép, abszolút. Szép. I did what, I saw what you did there. Kellene csinálni egyébként egy ilyet, hogy ugyanaz jobbra fúj a szél. Ugyanazzal a feelinggel, mint ahogy a minden napra egy szó WC. Basszus, hallod? Akkor átütöttem, hogy túlütöttem a kváján. Jó, mármint, de a hófehérkét hogy fogják kimagyarázni? Sokat kaszált kint a napon már a születése előtt. De miért most a hófehérkéből lesz valami? Aha, ez meg már kevés volt. Erről nem hallottam még egyáltalán. Hát már csak úgy név alapján is egyébként... Név alapján is egyébként vicces egy olyan kombináció, hogy fekete hófehérke. Amúgy igen, én bevállalnám. A szórakoztatás kedvéért. Én bevállalnám. Figyelj, hófehérkét már mindenki hófehérke. Látott. 100 feldolgozás, nem? Amúgy az eredeti Grimm-mesés megfilmesítést, azt lehet, hogy megnézném. Lehetok, be kell hajlítani a derekam, csak ezt most nem látjátok. Én úgy hallottam, hogy Terry Crews játsza majd a hófehérkét. Azt hallottátok, hogy egy feketék-fehéren az lehet, hogy benne van? Most a folytatás? Feketék-fehéren 2? Az nem jó. Tudom, hogy ma már hogy tud. Tehát azt, ha megcsinálják, azt a kritikusok úgy lehúzzák, mint a szar. Hogy két ez fehér ember feketének, vagy két fekete fehérnek? Fehérnek festi magát, igen. Aha. Ez azért elkészíteni nem fogják engedni ezt a filmet. Azt mondja, az Így neveld a sárkányodat is élő szereplősé akarják. Arra én kíváncsi vagyok, hogy honnan szereznek majd egy élő sárkányt. Azt már mondtam. Azt és állítólag Astridot egy afroamerikai színész fogja játszani. Az a baj, hogy én nem láttam az Így neveld a sárkányodat, nekem nem mond semmit, hogy ki az az Astrid. Gondolom a főszereplő fehér srác. De hát az mindegy, mert hogyha nincs leírva egy regényben, pontosan, hogy egy szőke kékszemű herceg, akkor onnantól bárki eljátszhatja egy filmben. Amúgy basszik, belemehetné volna a világos zöld részbe. Viking lány. Jó, de azért a vikingeknél volt mindenféle, hogy az nem annyira issú szerintem. Úristen, hát hogy lehet ilyen görbét lőni? Gondolj bele, egy színes bőrű viking. Én nem tudom, hogy ott. Én a viking kort azt így nem, mert hogy nem szeretem ezt. Tudod? Nekem ez nem áll közel így a szívemhez, ez a vikinges dolog. Már ez gonosz. Ezzel ajánlották ezt a vikingek sorozatot is, hogy nézzem meg, mert jó, de nem, én azt nem tudom. Nem. De mit csinálsz már? Mi dobsz vissza megint? Béna vagy. De érted, belement a lomb koronába, és onnan is visszadobott. Belement a mit tudom én hova, onnan is visszadobott. Most megállt a zöldön, kíváncsi vagyok, hogy most visszadob-e. Most nem.
Léci! Nem. Tipikus északi emberek a vikingek, nincs köztük sötét bőrű. Aha. Aha. Hú, gyerekek! Ezzel az ütővel nem érzem az erőt. Tehát a homokütő az nem a barátom. Na jó, az erős lett volna, hogyha így egy per egybe. Igen, úgy tűnik neki. Hitler mikor fogja játszani egy afroamerikai? Szerintem odáig nem mennének, őszinte leszek. Azt nem tudom, hogy lehetne megmagyarázni. Nem, tehát bár egyébként én láttam én a kertvárosi gettót, ahol Rumli bátyja sötétbőrű volt, de állítólag revitiligója van. Az olyan, mint a vitiligo a Michael Jacksonnál. Tudod, hogy kifehéredik, csak ő befeketedett, hogy a revitiligo. Tehát ő amúgy fehér, csak fekete lett, és ez rasszista egyébként. Aha. Nagyon jó. Nagyon jó. Tehát azt tudom elképzelni, hogy revitiligós Hitler. Maximum. Ugye? A zene feketítette be. Ja, igen, őt a zene. Abszolút, persze. Hogy vagyok még mindig első? Plusz... Ja, nem, most lesz az, hogy bemutatja, hogy aha. Miucsinak a neve mellett miért van az a zöld jel? Az micsoda? Ugye? Az jó kérdés. Az a... Lehet, hogy ő valami ízét kapott, nem tudom. Nem tudom. Mert azt láttam, hogy vannak ilyen kisegítő lehetőségek. Pff, jó, hallod, akkora erő van bennem, Krapa, hogy túlütöttem a szigeten. Ezt megvesz most én is amúgy. Még sose csináltam ilyet. A kertvárosi gettóból kéne egy élő szereplős feldolgozni. Te láttad azt, David? A kertvárosi gettót? Sajnálhatod. Na, ez meg gyenge. Jó? Jó, állj meg! Állj meg most! Jó, oké. Azaz, a N pillanat, amikor rálépnek az új csukádra. Istenem, imádom. Ne menj tovább! Ja, úgyhogy ezek mennek, kíváncsi leszek, mert ugye volt egy Twitter poszt visszatérve a kikre, hogy ugye befogunk szarni a következő 6 nagy átigazoláson. Ez még pár hete volt. És ugye itt az X, meg az Amurant. Szóval még van elvileg 4. Pedzegetik a Disrespect Nick Merckx párost. Avid? Minden oké? Okay? Nem úgy, ahogy látom. Láttad, hol állt meg? Láttam. És megkaptam a izét, hogy vége. Én vagyok a harmadik, de jó lenne, gyerekek. Figyelj, nagy nevekkel lehet dobálózni, azzal a tweettel viszont tökre egyetértek, hogy valaki írta, hogy persze jó ezeket a nagy neveket leszerződni, erre már láttunk példát, korábban is működött, nem működött, bedőlt, nem dőlt be. Ami durva lenne, hogyha most ez a platform nyitna a középkategória felé is, és mondjuk ott is lenne olyan, akinek azt mondja, hogy leszerződnek vele, és fix pénzt kap, magyarán mondjuk kap egy fix megélhetést, mit tudom, egy időre. Az tényleg nagy különlegesség lenne, mert olyat még egyik platform se csinál. Dehogy nem, a Twitch most nyitott a középkategória felé. Hát a Partner Plus programmal. Ja, a 350-essel, igen. 350 szabodnak kell lenni, subgift és prime nélkül. Igen. Na, az egyébként, van 80. Az egyébként az a durva, hogy állítólag a Twitch streamerek az össz-Twitch streamer 1%-át érinti. Igen. Az top 1% konkrétan. És most képzeld el, hogy mondjuk ha a top 1%-ot nézzük, akkor egy, nem tudom, egy 10-20 ezer nézős embernek szerinted ez számít már? Amikor ráadásul lekeppelte a Twitch egyébként ezt, hogy ők meg ne kapjanak túl sokat, maximum 100 ezer dollárig lehet. Szóval a top 1%-nak a teteje is már olyan, hogy ők se fogják ezt kihasználni. Ja, ők nem fogják, mert ugye a 100 ezer dollár túllépik. Igen. Fú. Jó, hát ebből látszik, igazából hogy ez semmi más, csak ilyen mellébeszélés azért, hogy valamit mondhassanak, de igazából mégse. De igazából semmit nem sikerült csinálniuk.
Ó, nem már túl erősen ütöttem meg, pedig az irány, de jó volt. Basszus. Ja, de például tegnap mondtam a srácoknak, hogy az is jó lesz, hogy jövő évben ugye 30%-kal kevesebbet fogunk kapni a Twitch-től is, de azt se nem a Twitch, se nem ugye így a vállalkozás miatt, hanem ugye az Amerikából jövő pénz miatt, ami pluszba meg lesz adóztatva. Aha, igen. Tökéletes ez is, nagyon jó hírek. Persze, Vig, teljesen egyetértek, persze. Alifelénk ezt hívják parasztvakításnak. Igen. Hát igen, felénk is. Felénk is. És semmiképp nem diszkrepanciának, mert az más jelent, amit tudtátok volna. Micsoda, van egy 100k-s limit, hogy mit kereshetsz? Hát nem. 100k-s limit... Nem mond. ...program, ami által nem 50-50 lesz a szabok aránya, egyébként most 60-40, tehát most 40-et kapunk meg belőle, nem az 50%-et. De van egy ilyen, hogy 70%-át megkaphatod a szaboknak, ha van 350 szabod, egyedi, fizetős. Prime és gift nélkül 3 hónapon keresztül. Na most itthon szerintem kb. 3 ember van, a VR, a Nessa és a Focus csoport, akikre 350 különböző ember felszabolt Prime nélkül. Maximum. Igen, mert ugye akiknél szintén sok száv van, ugye mindenkinél sok egyébként, mármint az ilyen helyeken nagyon sok, ugye az ajándék. Nyilván ugye közösségi támogatás, aha, és ez nem számít. Aha. Miért kell, hogy egyedi legyen? Hát mert a Twitch így adta meg, hogy... Mert másból, mert nem, másból na mindegy. A Prime szabokból ők nem keresnek annyit, hiszen Amazon egyébként. Tehát, hogy most kapsz egy, előfizetsz a Prime-ra, 1000 forintért, kapsz egy ingyen szab lehetőséget, ők azon nem sokat keresnek, ezt te is tudod. Ja, de várjál, az hozzá lett téve, hogy azok, ha jól emlékszem, hogy azok, akik elérik ezt a Partner Plus programot, és megkapják a 70-30-at, igen, azok például a Prime-ból nem kapnak 70-30-at, az ugyanúgy 50-50 lesz. Oh my God, utána is. Csak az alapból kapják. Pontosan. Úristen, ezzel csak még mélyebbre ásták magukat egyébként. Azért nem, de a gift, de azt nem tudjuk, hogy miért, gondolom azért, hogy ne érje el sok csatorna. Hát pontosan. Mert akkor annyi, mert akkor... lenne, hogy szólnék nektek, nálam is, meg Avidnál is lenne pár ember, akik azt mondják, hogy jó, akkor holnap összehozzuk a 350-et. Egyszerűbbet mondok, ugye... Krappa. Ha nincsen az ajándék szubos kitétel, akkor bármelyik streamer magának meg tudja csinálni. Fogod, és te begiftelsz magadnak 350 szubot. És kész. Jó, de az nem érné meg azért, mert még mindig nem a 100%-et kapod meg nem többet, csak a 70-et. Tehát az most, okay, úgy érné meg, de hogy eléred, 40-50 szám. De nem, de eléred akkor... a 350-et, igen, azt nyilván az neked veszteséges, amíg a 350-et beküldöd, de a 350 beküldése után te egy évre kapsz 70%-os szerződést. Ja igen, tényleg 12 hónapra, pontosan, igen. Ez csak ezért nincsen benne, tehát hogy akkor a gazdagak, ezt a részét... még gazdagabbak lesznek, igen. Ezt a és részét mondom... megértem, hogy az ajándékszub nincs benne, mert akkor ugye magadnak is generálhatnád ezt a szitut, de vicces. Igen, és mondom, tehát kikken, érted, 95%-át kapjuk meg egy számnak. Többet bazdnak van, mint a donationből, hallod? Hát figyelj, még ott is levon a PayPal. Ha érdekel titeket a statisztika, én is megmondom nektek, hogy nekem ez konkrétan hogy néz ki, mert ebbe semmi titok nincsen. Semmi nincs. Azt mondja, hogy... Nem lehet ezt osztani. Earnings, nálam most ugye úgy van, hogy 397 szub van, ebből a... bazd meg, az a baj, hogy a hát... Azt várja, azt, igen, ne... azt úgy nehéz kiszűrni. Várja, azt vissza kellene osztani, mert utána nem darab számot ír, hanem bevételt ír, hogy bevételt a különbözőkből mennyi. Én ezért csináltam azt, hogy megnéztem egy külön napot, amikor pont 5 szábom jött, tudod? Aha. És ott kiírja szépen, hogy az 5 szábra kaptam 7,6 dollárt. Átmentem a kikre, ott is beírtam, 5 szábra kaptam 23 dollárt. Ja, de várjál, itt van. Paid, a paid subs, a tetejét kell. Ja, nem, ott van. Na, figyeljetek, tehát nálam 159 tier 1-es, 3 darab tier 2-es és 2 darab tier 3-as paid sub van. Ha ráviszed az egeret, akkor nem kell visszaosztani, mert ott írja a darab számot. Ja, aha, igen. Na, tehát nekem például a 390X-ből 160 plusz az, ami nem Prime,
és nem ajándék. Azt a kurva. És te nem vagy kis streamer. Te egy Magyarországon egy közepesen nagy streamernek számítasz. Hát mennyi vagy most? Top 8, azt hiszem, nézettség alapján? Mi? Komolyan? Én nem néztem most. És a közelében nem vagy a 351. számnak. Tehát ezt hogy gondoltad, Twitch? De amúgy durva, hogyha belegondolsz, mert ebből ugye a... Hát figyelj, Prime-os subnál a Prime-ra, ha ráviszem az egeret... Sajnálom, Phantom. Jó, a Prime-ra például nem mondja. Gifted sub az például 144. A Prime-ra nem írja. De a Prime-ra azt írja, hogy 85 dollár, azt visszaosztod 4-gyel. Abban biztosak lehettek, mondjuk, hogy a jó fizetés a másik platformon, csak ilyen bait fázis, ott biztos lesz szigorítás. Szigorítás szerintem abban lesz, hogy mondjuk nem lesz végtelenségű az, hogy ha ott streamelsz, akkor óra bért kapsz érte. Azt úgy gondolom, hogy azt lehet, hogy később elveszik, ez csak legyen ilyen felszopó időszak. De a 95-5-ben szerintem nem fognak belenyúlni. Azon a platformon 95-5-ben nem fognak belenyúlni, inkább technikai szigorítások vannak. Ha nem vagy affiliét, akkor 720p-ben streamelhetsz most már, mert annyira leterhelődtek. Tehát 1 millióan regisztráltak az elmúlt egy napban. És egyszerűen nincs akkora kapacitás, szóval például ilyen, hogy ha az affiliétet eléred, akkor onnantól van 1080p stream. Egyébként ez nem igaz. Májas Hurka írt egy okosat. Pillanat, csak kütök egy tökéleteset. Mit írt Májas Hurka? Mi van? Milyen királyat ütöttem? Azt mondja, na, tehát azt írta, hogy de a Twitch nem annyira hülye, hogy ne derül neki, hogy te giftelsz, vagy más valaki. Ez azért nem igaz, mert amikor én például csináltam egy olyan hónapot, már nem tudom, hogy melyik évben, amikor volt ez a szeptember. Én ott azt mondtam, hogy szerezzünk sok emote slotot, tehát abban a hónapban, ha valaki valamennyi subot giftelt, akkor én ugyanannyit begifteltem. Ezzel is ugye az, hogy nagyobb legyen a sub szám, és ugye elérjük az új emote slotot. És abban a hónapban, gondolhatjátok be, az meg nekem nyilván kurva sokba került az a hónap, mert ott volt az, hogy nagyon sokat gifteltek, én ugye ugyanannyit begifteltem, és ugye hivatalos info az ugye az lenne, hogyha az 50-50 százalékos splitet nézed, ha én begiftelek 100 subot, kifizetem a 100 subot, de a felét visszakapom, tehát csak fele annyiba kerül, na mindegy, na az volt nekem az az év, amikor nem szólt nekem a Twitch, hogy a partner szerződésembe az adózási rész az vagy lejárt, vagy valami hibázott, és ott én subonként kevesebb, mint egy dollárt kaptam. Tehát az nekem egy hatalmas... Az nekem egy hatalmas... De, az nekem egy hatalmas bukó volt az a hónap, az valami brutálisan. Mert ugye még többet vontak le belőle. Tehát ott a 30... Most ilyen 1,4-et kapunk meg egy szábból, de volt, amikor ilyen 1-et, meg 1,1-et kaptunk. De az még az 5 eurósnál volt nekem, hogy 1 alatt kaptam. Tehát a 2,5 helyett én valami 0,83-at, vagy 0,93-at. És az ugye az évvégi ilyen, ugye ez a tipik magyar M30-as nyomtatványon derült ki, hogy amúgy vissza lett tartva a teljes bevételemnek több mint 30 vagy 40 százaléka ilyen adózási diszkrepancia miatt. Na tessék, rappa! Ó, nagyon szép! Ne esd le! Jó, ezután megyünk teniszezni, Miucsi. Fogsa. Jó. Szerintem ez olyan, valahol megjelenik egy új munkahely, jó fizetés, a réginek kell valamit lépni, hogy ne hagyják ott. Szerintem az új platformon majd jót telt a konkurencia létével. Kicsit lépésre sarkalni a Twitch-et. Hát igen, csak... A Twitch már most lépett a héten, egy hatalmasat visszafele ezzel a Partner Plus programmal. Szia Nixi, jó reggel! Nem, nincs jelről szó Edina. Továbbra is heti 6 stream itt lesz a Twitchen minden reggel. Nem. Ez túl nagy. Ó! Oh! Nézd gyorsan oda, Krappa! Hát ha mutatja még nálad. Igen, nézem. Hát konkrétan eltaláltam az oszlopot. Úristen, az nagyon szép volt. Hát az, hogyha úgy beleesett volna, akkor azt mondom, hogy kemény. Hát az eddigi karrierütése. Az biztos. Itt a golfosban. Szóval amit más platformon tolunk, szerintem Avidnál is, vagy nem tudom Avidnál hogy lesz, az mind plusz. Tehát az plusz.
a mostanin felül. Nem. Mondtad, hát nekem a hétfői... Ja, hát úgy nem, tehát kevesebb stream nem lesz, csak a Twitch-en lesz ugye egyel kevesebb. Ja, hát neked igen. Nekem muszáj, mert nem tudok pluszt úgy behozni. Ja, ja. Köszi Steve, köszi mindenkinek. Ma délután is találkozunk ott egyébként. Csak mondom, hát csak mondom. Azt mondjam, úgy gondolta, hogy jó fej lesz, de úgy lett jó fej, hogy kiszámolta, hogy ne kelljen szinte semmit adni ezekkel a feltételekkel. Amúgy igen. Igen. Tehát ez az adok, adok is, meg nem is. Van. Igen, igen. Úgy jó fej, hogy közben szar fej. Na de, ez a diszkrepancia. De az megvan, nem egyébként, hogy a Kik is az Amazonos szolgáltatást használja? Szerintem minden platform azt használja. Csak az Amazonnak van saját parkja, ha jól tudom. Ez az egy buktatója lehet hosszú távon, hogy szervereket bérelni hosszú távon nagyon drága lesz. De tehát, a Kiknek a tegnapi izéje kiírása is kemény volt, nem? Összeomlottak a szerverek, úgyhogy most 50-szeresére bővítjük. Csak úgy. Igen. Ja, és összeomlottak a szerverek, úgyhogy 2500 szabot kiosztogatunk. És mentek körbe a Kikken, és osztogatták a szabokat. Az kemény. Kicsen is volt már, nem? Volt, egyébként volt már ilyen. Uh-huh. Ja, csak akkor lehet, én még nem voltam itt. Szia, Süti! Na mindegy, ja, egyébként továbbra sem, Májas továbbra úrka, sem azt mondok. Nem hiszem. Értem, hogy mit mondasz. Ilyenben nem gondolkodnának. Az csomó utánajárás. Szerintem egyébként igaz, abban a szempontból igaza van Májas úrkának, hogy gondolkodnak ilyenben. Mert neked is volt ez a gondolatod, hogy jó, meg nekem is ez volt az első gondolatom, amikor meghallottam ezt a 350 szábot, hogy ó, megnézem, hogy mennyi van, azt kiegészítjük. Akkor, ha mondjuk van 280 szábom, azt a 70-et kiegészítem, hiszen akkor 50%-et 70-et kapok, simán megéri. Szóval van benne valami, én azt mondom. Szia Kriszi, sziasztok mindenkinek. Mikor a munkáltatót bejelenti, hogy fizuemelés lesz, viszont a kafatériát csökkenti. Na igen, az is kurva jó egyébként, igen. Igen, igen. Mit röhögsz, ezen életedben nem volt kafetériád? Ugyanagy lett a csend! Ezt neked. Egyébként el kell mondjam, hogy az ezelőtti munkahelyemen, ahol 5 vagy 6 évig voltam, ott volt, és besétáltam a Hervízbe, és a biciklimet abból vettem. Na! Na? Az igen. Na? Kis köcsög. Nyugi. Hol fog ilyen nőni a Twitch-et? Az a baj, hogy az... Tehát, hogy... Szerintem nem kellene sokat csinálni ahhoz, hogy igen, de idő viszont kell ahhoz, hiszen pár év különbség azért van. Tehát két dolog kell, idő és pénz. És pénz az kurva sok van ott. Tehát, hogy azzal nem lenne gond. Nekik az idő az, amivel nagyon számolniuk kell, mert a mixer is ott volt, ahol robbantani akartak, rövid időn belül nagyot, de nem sikerült, hiába vitték át Ninját meg Shroudot. És itt most ők is tudják, hogy nem elég egy-két streamer, ők át fognak vinni 8-10 nagy streamert. Tehát nagyokat. Úgyhogy ha azt nem rontják el, akkor szerintem tökre lehet ebben valami. Én viszont hozok egy kávét, Avid. Jó, állj, de jó, tudunk? Addig leülök. Na, ülj, mert már látom rajtad, hogy ma alig bírsz állni. Igen, már izzadok, meg mindjárt, minden. Mindjárt jövök. Addig legfeljebb egy kicsit közelebb jövök, és jobban tudok duruzsolni a fületekbe.